Szeretettel köszöntöm nézőinket, mai témánk az energiaválság, és azzal kapcsolatban fogunk beszélgetni Váradi Lajossal, sajóvámos polgármesterével, hogy milyen intézkedéseket hoztak, hoznak, terveznek hozni azzal kapcsolatban azért, hogy fenntartható legyen a település gazdálkodása, működése. Szeretettel köszöntöm, polgármester úr. Üdvözlöm, és én is sok szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Kaptak már emelt számlát, mi a helyzet az energia áremelkedésekkel, mennyire érzik már a saját bőrükön? Megérkeztek, most szeptemberben az első emelt számlák, amik a közintézményeink energiafogyasztását érinti. Önkormányzatoknak szerencsés helyzetben voltak, hogy volt egy olyan lehetőségük, van egy ilyen fantázia névvel ellátott dolog, hogy végső menedék. Ebben december 31-ig úgymond megoldottá válik és kezelhetőbb ezek az energia számláknak a kifizetése. Addig ugyanis egy ilyen kicsit magasabb, de a gazdálkodást még súlyosan nem érintő forintális összegű számlák érkeznek. Január 1-től mostani álláspont szerint lennének a piaci áras számláink. Reméljük, hogy addig valamilyen szintű megoldás fog mutatkozni, ugyanis akkor nagyon el kell majd gondolkozni, hogy hogyan is tovább. Hány intézményt működtetnek, és körülbelül a költségvetés mekkora részét teszi ki a rezsi? Miskolci tankerület által kezelt 8-osztályos általános iskola van, van egy 3-csoportos óvodánk, egy 2-csoportos bölcsödénk, több települést ellátó kihordási étkeztetés biztosító konyhánk, ami szintén ezeket az intézményeket is ellátja, illetve a kultúrának van egy nagyon szép intézménye, a Kossuth Lajos közösségi házunk. Orvosi rendelő, védőnői szolgálat és az önkormányzat épülete, igazából ezek a legnagyobb energiafogyasztóink. Milyen állapotban vannak ezek az épületek, tehát akár szigetelés szempontjából, vagy akár a megújuló energiák szempontjából, hogy állnak? A közösségi ház kivételével azt tudom, el tudom mondani, hogy mindegyik épületünk energetikai korszerűsítésen esett át. Európai Unióba beléptünk, nagyon fontos volt az, hogy a károsanyag kibocsátás lecsökkenjen. Ezzel egyenes arányban ugye napelemek kerültek fel általában ezekre az épületekre, mint megújuló energia, szigetelés, nyílászárók cseréje, hogy minél gazdaságosabbak legyenek. Ezek az épületek régebbi időszakban, vagy akár a rendszerváltás előtt is vegyes tüzelésű kazánokkal fűtötték. Na most ezek a pályázatok ezeknek a lehetőségét egy-egyben leszűkítették, úgyhogy maradt a gáztüzelés. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy a villamosenergia árak emelkedését nem is érinti annyira érzékeny a település, viszont a gázárak emelkedése az nagyon drasztikusan. Tehát január 1-e után, ha ezek a piaci árakra átállunk, akkor ezeknél az intézményeknél, a mostani számítások alapján nem biztos, hogy tudnánk üzemeltetni. Tehát egy közösségi házat mondjuk be tudunk zárni, bár az sem esne jól a lakosságnak, mint mondtam, ez a kultúrának a úgymond az épülete, és nagyon színes programok szoktak ott lenni, de ezt azt hiszem még emészhető lenne. Viszont egy ilyen konyhát, ami egy 3000 fő lakosságát látja a kihordású étkeztetése, illetve az oktatási intézményeknél a gyerekeknek az étkeztetését, vagy egy bölcsöde, vagy egy óvoda, azért ez meggondolandó lenne ezeket bezárni, de a mostani számítások alapján nem tudnánk a költségvetésből finanszírozni a működését. Erre a legrosszabb alternatívra nem is akarok gondolni, hiszen egyrészt már a kormányzat megtette az első lépéseket ezzel a végső menedékkel, hogy segítsen az önkormányzatoknak, és most pedig már felmért augusztusban a belügyminisztrum kérte a fogyasztási helyeket ezekről az intézményeinkről, és olyan híreket hallani, hogy adóerőképesség alapján próbálnak majd segíteni és kompenzálni az önkormányzatoknak, hogy ezeket a rezsiköltségeket tudják majd fizetni. Az intézményeikben jellemzően gázfűtés van? Igen, ahogy az előbb említettem, jellemzően gázfűtés. Egyedül az önkormányzati épületében sikerült egy az energetikai pályázatnak köszönhetően ilyen hőszivattyús megoldással megoldani a fűtést. Tehát ott lesz a legkevésbé érzékenyen érintő ez a gáz probléma. A többi intézményben viszont gázfűtés van. Úgyhogy én augusztusban már a műszaki kollégámmal felmérettem az épületeknek a fogyasztását, és hogy ez mekkora kézzelfoghatóan mekkora emelkedés jelenten a rezsiszámlákban, a képső testületét is tájékoztattam erről,
aztán törjük a fejünket, hogy hogyan lehetne itt igazából takarékosságot elérni. Az a baj, fűtés esetében nagyon nehéz, hogy mondtam, oktatási intézmények, tehát hogy egy gyerekeket nem muszáj tartani azt a hőmérsékletet, ami egészséges. Főzni szintén gázzal kell, tehát azt nem fog tudni megoldani, nem használunk gáz. Több településen hallottam arról, kevesebb órában világítani a közvilágítás. De itt azért felmerül annak a kérdése, hogyha egy baleset van. Természetesen ezt tudjuk mindig azt, hogy ha baleset történik, akkor az autóvezetőnek a látásvészetnek megfelelően kell vezetni. De szerintem, ha meg baj lenne, nekem nagyon rossz fényt, hogy amiatt ütnek el valakit, például egy településen, vagy történik egy baleset, mert éppen a közvilágítás nem volt megfelelő. Tehát én ezt nem biztos, hogy mernék ezen spórolni. Úgyhogy én bízok addig, hogy december 31-ig megoldás fog születni, és nem fogják a lakosok érezni az önkormányzat által a rezsicsökkentést. A lakosoknak az megint egy másik kérdés, hogy ők hogyan oldják meg majd ezt a nehéz időszakot. Hát erre is vannak már ugye kormányzati segítségek. Pont a napokban kaptuk azt, hogy mérjük fel a lakosság körében a például a barna kőszín igényeket. Ugye hallani most arról, hogy a barna kőszín bányákat az országban újra akarják nyitni. Gondolom ebből a célból akarják felmérni, körül mekkora készletekre lenne szüksége az, hogy a lakosságot el tudják látni. Vagy ez már kézzelfogtó, hogy kijött a múlt hétvégén ez, hogy 30 ezer forint per köbméter hatósági áras kemény lombú tűzifát tudnak vásárolni a lakosok. Fel is vettük kapcsolat az Északerdővel a hét elején, és megtudtuk azt, hogy 14 telephelyen az Északerdőnek borsodobó Zemplén megyében, és a településeket regionálisan besorolták egy-egy telephelyhez. Mi Sajó Vámos esetében a Szendrői erdő mérnökséghez vagy gazdasághoz tartozunk, úgyhogy lakosságot tájékoztatjuk az információs portálainkon, hogy őket hívják, és ott meg is tudják vásárolni ezt a tűzifát, ugye háztartásonként 10 köbmétert. Úgyhogy azért vannak, vagy a héten például a egy házban, de külön háztartásban élő családoknak lehetőséget biztosítanak arra, hogy magasabb köbméter hatósági áras gázt tudjanak vásárolni. Igaz, hogy ennek megvannak az, hogy külön konyha, külön fürdőszoba, külön lakrezés minimum 30 négyzetméternek kell lenni, de ha ezt az adott önkormányzat az igényt beanyújtják, van rá egy formanyomtatvány, a jegyző kimegy hatástanulmányra ezekre az ingatlanokhoz, és ha megfelelőnek találja, akkor ezek a családok tudnak plusz olcsó gázhoz jutni. Vagy például három gyermekes családok szintén. Tehát nem tudom mondani, például a mi esetünkben, nekem három gyermekem van, és felülvizsgáltuk így az elmúlt évek gázfogyasztását, és a három gyermekre adott gázköbméter kedvezménnyel úgy néz ki, hogy ki fogunk tudni jönni a régi áras és támogatott köbméterből. Úgyhogy azért szerintem elég sok háztartás tud majd segítséget kapni a kormánytól. Van érdeklődés a hatósági áras tűzifa iránt? Mi a tapasztalat? Igen, egyre többen jönnek, tehát amiket az előbb felsoroltam, elég sok mindenben a helyi közigazgatás, helyi önkormányzat be van vonva, egyrészt a felmérésekbe, egyrészt a tájékoztatásba, és a lakosság részéről úgy látom, hogy nagyon sokan, persze mindenki próbál most azért ebben a helyzetben minden forintot megragadni. Nem gondoltuk, hogy ilyen helyzetbe fogunk kerülni itt a 21. században, de hát ez a, úgymond ez a globális nagy politika és ez az orosz-ukrán háború, ez erősen rányomja a bélyegét így most már a magyar állampolgárok életére is. A szociális tűzifa intézménye idén is működik, ugye önöknél is? Igen, idén is fog működni, ez egy nagy sikerű dolog. Évről évre benyújtjuk a támogatási kérelmünket, pont a mai napon kaptuk meg a támogatói okiratot, hogy a mekkora mennyiségű tűzifára pályáztunk, azt, amivel kalkuláltunk, azt meg is kaptuk. Azért van már egy elmúlt évekre egy tapasztalat, hogy a településen hány olyan család van, aki igazán érintett és rászorult erre a támogatási formára. Körülbelül mekkora szám? Van egy 40-50 család, akinek nagyon nagy segítség, úgyhogy ezt megkaptuk. Itt annyi a pályázatnak, ugye a konstrukciója azt mondja ki, hogy egy köbméter szociális tűzifához zönerő az 1000 forint plusz áfa, 1250, 1270 forinttal kell megtámogatni,
de nem is ez a nagy költsége, hanem a kiszállítási költség. És még ezt nem tudjuk most, hogy ennek a 90 köbméternek tavalyi évben 1,5 millió forint volt a kiszállítása. Most kérdés az, hogy a 800 forintos üzemanyagára, vagy gázolajára, vagy 700 forintossal ez mennyiben fog emelkedni. Úgyhogy biztos borsos lesz, amit hozzá kell tenni az önkormányzatnak, de próbáljuk kiszorítani, ez nagyon fontos, hogy ezeknek a családoknak tudjunk segíteni. Térjünk még vissza erre a végső menedékre, ez minden önkormányzatot segít? Ez tudomásom szerint minden önkormányzatot, erre lehetőség volt, pontos dátumot nyári időszak volt, amikor a szolgáltatóknak jelezni kellett, hogy élnénk ezzel a lehetőséggel, ez vonatkozik közvilágításra, az intézmények ellátására, mindenféle villany és gáz esetében. Úgyhogy aki időben cselekedett és hasek nem lépte túl a határőt, akkor minden önkormányzat tudott ebből élni. De ezt hallani is nagyon sok híradásban vagy sajtóban, médiában, hogy az önkormányzatoknál az december 31, ez az a bűvös dátum, ami után igazából majd el kell gondolkodni, hogy hogyan tovább. Pozitívan bízunk abban, hogy lesz hogyan tovább. Ön szerint mik a legnagyobb akadályai az áram energia hordozó árának csökkenésének? Hát a legnagyobb akadály, ezt furcsa ezt kimondani, de az előbb említettem, hogy ez a globális történet hat most ránk, itt az orosz-ukrán háború, és most már szerintem polgármesterként, meg állampolgárként is nagyon sokan figyelik azért, akit érdekel a nemzetközi sajtót is, és azért már ott is lehoztak egy olyan hírt, például a New York Times, hogy egyértelmű, hogy a vesztesei ennek az európai állampolgárok, leginkább ennek a háborúnak, ugyanis ezek a szankciók, amivel az Európai Unió sújtja Oroszországot, ez legkevésbé az orosz embereket és az orosz gazdaságot érinti negatívan, ezzel szemben az európai állampolgárok pedig most a bőrükön fogják ezt érezni, és nem véletlenül mondják, hogy ez az előttünk álló tél és ez a közel fél év, ez sorsfordító lesz Európában. Közeledik a tél és az időjárás is egyre hidegebb, a helyi vállalkozások és lakosok akár jönnek már az önkormányzathoz érdeklődni, hogy mire számíthatnak, vagy milyen segítséget tudnak adni nekik? Jelzik az állampolgárok azt, hogy vannak problémák, ugyanúgy, mint vállalkozások is. Próbálnak ők is megragadni minden lehetőséget a túlélésre. Az tény, hogy jellemzően nem úgy, mint az önkormányzati intézményeknél, azért nagyon sok állampolgárnál, nagyon sok háztartásban megmaradt a vegyes tüzelés jellege. Mindenkinek van kis tartalék falarakata évek alatt, hogy fűtött. Én inkább azt szeretném, hogy ezekkel a szociális intézkedésekkel vagy állami intézkedésekkel ugye próbálunk nekik segíteni mindenben, megkönnyíteni az állampolgárok sorsát, és bízok abban, hogy nem fogunk átesni ló másik oldalára, és nem a környezetszennyezés irányában olyan el fogunk menni, hogy mindent el fognak égetni az emberek, amit lehet, mert akkor tényleg ez a Sajóvölgy egyébként is mindig a légszennyezettségi adatok alapján az ország élvonalában van negatív szempontból. Hát bízok benne, hogy ez nem így fog történni. Mit tehet egy önkormányzat, hogyha azt tapasztalja, hogy a kéményből nagyon gyanús füst jön fel? Ez a furcsa ebben, hogy jött ez a háborús válság és ez a világgazdasági válság, és ugye eddig erről voltunk, látjuk, hogy a földön nem a föld természetvédelem, és hogy ne szennyezzük a környezetet, és most ez pont ezt fogja visszaváltani. Hogy látjuk azt, hogy skandináv államokban is újra nyitják a hőerőműveket. Tehát furcsa az, amikor egy norvég államban vagy Svédországban arról beszélnek, eddig zöld pártok voltak és egyfolytában azt szajkózták, hogy ne szennyezzük a környezetet, és most ebből a vétóval, hogy nem lesz elég gáz Európában, egyenesen újra nyitják ezeket, ahol gázolajat fognak elbefektetni, fát fognak eltüzelni, meg szenet. Akkor hova fordult át így a világ egy pár év alatt? Franciaországban is bejelentették, hogy több atomerőművet építenek, vagy újra nyitnak. Tehát ez egy világ probléma, vagy világ feladat most. Hát az atomerő kérdés elég érdekes. Ugye Magyarországon is úgy néz ki, hogy a PAS 2 megépítése fog most megtörténni. Valamilyen szempontból azt gondolom, hogy mai helyzetben olyan szempontból nagyon jó politikát kell folytatnunk. Ma itt jövünk rá arra, hogy ne legyünk függők senkitől. Meg kell találni pláne energiában azt, hogy ne mások
generálják majd azt nekünk, hogy mi történhet velünk, hanem mi legyünk a saját uraink, és meg tudjuk teremteni a saját energiaforrásainkat magunknak, és esetleg adott elven talán mi inkább értékesíteni tudjunk a többletet, de biztos, hogy nekünk pedig meglegyen az, hogy a saját állampolgáraink azokat ne érje ilyen dolog, hogy energiaválság, vagy az, hogy esetleg spórolni kelljen az energiával. Jó irányokat lát így központilag? Tehát az intézkedések jók? Én úgy látom, hogy persze ez megosztja a társadalmat, meg biztos, hogy amit most mondok, az is természetesen megosztó. Globálisan is úgymond ketté van szakadva ez a földgolyó. Ilyen nagy világrendi átrendeződés zajlik most ebben a válságban, és hogy ebből ki fog jól kijönni, ez azt gondolom, hogy nem az én jogom is, ez kisember is vagyok ezt eldönteni, de én azt látom, hogy a legfontosabb az lenne, hogy az ukrán-orosz háború vége legyen, aztán ezt mindenki gondolja át, hogy ez ki okozza, és hogy ez miért zajlik. December 31-ig akkor úgy néz ki, kitartanak így az energiaszámláktól függetlenül. Én pozitív vagyok, utána is ki fogunk tartani. Biztos, hogy lesz megoldás erre a kormányzat részéről december. De itt igazából feltetjük a kezünket. Itt visszatérve arra, vannak olyan települések azért, akik jobb helyzetben vannak. Tehát ahol egy kicsit magasabb a helyi bevétel, iparüzési adóbevétel. Mi nem ezek közé tartozunk, hiába itt vagyunk Miskolc közvetlen vonzás közvetébe. Mi egy agglomerációs gyűrű következő fázisán vagyunk, ahol nincsenek nagy ipari területek. Nagyon kicsi a munkanélküliség, de nekünk nincsen ipari bevételünk. És ebből kifolyólag mi nem tudjuk kivizetni ezeket a rezsiszámlákat, magasabb rezsiszámlákat, szemben egy olyan településsel, aki egyébként ezt ki tudja gazdálkodni. Ezért is jó, hogy valamilyen szinten adóerőképesség, ez akarják ezt a kompenzációt és támogatást majd adni a településeknek. És én azt gondolom, hogy ha ez már elhangzott, ez meg is fog történni, hogy január 1-e után is lesz fűtés az iskolákban, a konyhákon, az óvodákban, bölcsödékben, közintézményekben, úgyhogy minden fog menni tovább a régi megszokott kerékvágásban. Így legyen, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, további szép napot kívánok. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, köszönöm a meghívást. Önöknek is köszönjük a figyelmet, és további szép napot kívánok.